Már csak pár pillanat is kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Ugrasdi Márton stúdiónk vendége, szép jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok. Legyen szíves elmondani nekem az intézményének a nevét, ahol kutat egyszer és mindenkorra. Ez a Külügyi és Külgazdasági Intézet, ahol én dolgozom. És nem fordítva. Foglalkozzunk Amerikával. Elmúlt 100 napja, hogy az amerikai elnököt megválasztották. Hogy értékeli ön ezt a 100 napot? Szombaton lesz ugye 100 napja annak, hogy Donald Trump hivatalba lépett, és nagyon sok várakozás volt az ő első időszakával kapcsolatban, hiszen a kampányban számos olyan ígéretet tett, ami legalábbis a szemöldökük felemelésére késztette a politikai elemzőknek a többségét. Ennek ellenére szerintem, hogyha végignézzük azt, hogy valójában mi történt, akkor a kézzelfogható eredményeknek a listája azért nem olyan hosszú. Ugye Trump azzal kezdett például a kampány, hogy az Obamacare-t mindenképpen szeretné megszüntetni, illetve visszavonatni. Ez nem feltétlenül sikerült első próbálkozásra, jelenleg zajlik a második kísérlet. Ezen a héten került napvilágra Trumpnak az adóreform csomagja, legalábbis egy oldalas összefoglaló róla, hogy nagyjából mit szeretnének ebben elérni. Viszont azt a sajtótájékoztatón is hangsúlyozták, hogy a pontos részleteket majd a következő hónapokban fogják kidolgozni. Tehát a 100 napon felül. Elment az idő, tehát ebből a szempontból az adóreformot valószínűleg holnap már nem fogják tudni átvinni a kongresszuson. Ennek ellenére szerintem az jól látszik, hogy Trump a kezdeti várakozások ellenére azért nem annyira extrém, mint azt sokan várták. Nagyon sok szempontból a hagyományos republikánus vonal most így a 100 napnak a második felére már eléggé jól kiforta magát, és az is látszik, hogy azt még meg kell tanulni, hogy a kongresszussal hogyan tud hosszabb távon együtt dolgozni. Az észak-koreai ügy miatt összehívta a szenátorokat. Mi történt ott tulajdonképpen? Ugye ez egy bizalmas tájékoztató volt arról, hogy mit tervez a kormány. Éppen ezért elég kevés információt lehet erről még tudni. Az látszik, hogy Trump nem feltétlenül a kivárás politikájára játszik, amikor Észak-Koreáról van szó. Ebből a szempontból én úgy gondolom, hogy a kínai elnökkel való találkozó az eléggé kritikus fontosságú volt, és úgy tűnik, hogy valamiféle egyességet sikerült ebben az ügyben elérni. Hosszabb távon azért Észak-Korea helyzete úgy gondolom, hogy több szempontból is problémás lehet. Egyrészt az ottani vezetés az nem feltétlenül a mi logikánk szerint gondolkodik, tehát nem biztos, hogy az amerikai lépésekre azokat a válaszokat adják, amikre számítanak Washingtonban. A másik pedig az, hogy... Lehet, hogy nekik az érdekük, hogy a legmagasabb szinten tárgyaljanak velük, mármint az Észak-Korea, és ezt részben elérték? Én nem gondolom, hogy Kim Jong-un bárki fogadná nyugaton. Ugye az ENSZ-be sem nagyon szokott elmenni, amikor a közgyűlés van szeptemberben. A kínaiak azért megoldják azt, hogy hozzájussanak az információk, és ki is jussanak Észak-Koreából azok a hírek, amikre szükség van. Viszont itt van egy kockázati tényező, amiről talán egy kicsit kevesebbet van szó, ez pedig a dél-koreai helyzet. Ugye ott egy elég súlyos gazdasági válság kezd kibontakozni, egy nagyon jelentős korrupciós botrány. És előrehozott választások 7-én. Így van, és a Dél-Koreában ez mindig felmerül, hogy hát egy kellemes kártya az bedobni, hogy mi lenne, hogyha egyesítenénk az országot Észak-Koreával. Főleg, hogyha a liberálisok fognak győzni. Igen, tehát lehet, hogy Dél-Koreában nagyon sokáig nem demokrácia volt, legalábbis nem nyugati értelemben vett demokrácia, de legalább nem akartak Északnak neki venni. Hogyha viszont demokrácia van, akkor van arra esély, hogy olyan vezetőket válasszanak meg, akik ezt kifejezetten a programjuk részévé teszik. Ez azért a koreai félszigetnek a helyzetén egy kicsit azért meg tudna bolondítani, én úgy gondolom. És mire számít? Én úgy gondolom, hogy tárgyalásos megoldás lesz, hiszen a nagyhatalmaknak ez az érdeke. Ugye itt főleg a Kínára és az Egyesült Államokra kell figyelni. Úgy látom, hogy a kezdeti ígérgetések ellenére azért Trump valamiféle működő munkakapcsolatot kíván a kínai vezetéssel kialakítani. Az első találkozó az mindenképpen ígéretes volt. Nyilván a puding próbálja az evését, pedig ez az lesz, hogy Észak-Koreát hogyan sikerül kezelni. De nem gondolok arra, hogy esetleg háború lenne. És az oroszokat teljesen kihagyják a tárgyalásokból? Az oroszok Észak-Koreában azért annyira nem fontos szereplők, mint akár a Közel-Keleten, akár Európában. Nyilván ez adódik az ő politikai fókuszokból is, tehát az orosz távol-kelet ez egy többszörösen problémás terület, és ott Kínával inkább érdekellentétek, mint érdekazonosságok vannak. Az észak-koreai kereskedelem, a rezsim támogatottsága szempontjából azért a pekingi vezetés az fontosabb. Mi az oka annak, hogy Japán ennyire fél az észak-koreaiaktól? Közel vannak, és az a nehézség, ami az észak-koreai rakéták kapcsán felmerül, hogy nehezen tudnak bármit eltalálni, ez azt is jelenti, hogy véletlenül Japánt eltalálhatják, és azért kilométerre nincsenek olyan messze Észak-Koreától.
A Japán abból a szempontból problémás, hogy nagyvárosi központok vannak, tehát nem kell feltétlenül pontosan célozni az, hogy komoly károkat lehessen okozni. És nyilván, hogyha az embernek a szomszédjában van egy olyan jellegű ország, mint Észak-Korea, akkor azért kicsit aggodalmasabban nézi azt, hogy mi történik a hírekben, ugyanúgy, ahogy mondjuk a balti államok az orosz veszélyt is másképp fogják fel, mint mondjuk Közép-Európa országai. Oroszország gőzerővel nyomul a Közel-Keleten, talán ezt akarta kibalanszírozni az elnök, amikor fogadta Egyiptom elnökét, de úgy tűnik, hogy ez nem teljesen sikerült. Az Egyesült Államok és a Közel-Kelet viszonya azért elég érdekes átalakuláson ment át az utóbbi időben. Ugye Trump Izrael mellé nagyon határozottan beállt, ez az Obama kormányról nem volt elmondható, és úgy tűnik, hogy Szíriában is hajlandósak a beavatkozásra. Azt, hogy mi lesz másnap, azt egyelőre még nem látni. Tehát sokkal egyszerűbb egy légitámadást indítani egy támaszpont ellen, és utána nem csinálni semmit, mint aktívan részt venni a rendezési folyamatban. Egyelőre még nem látszik az, hogy az Egyesült Államok a tárgyalásos rendezésben hogyan kíván részt venni. Nyilván ez abból is adódik, hogy a külügyminisztériumban nincsenek meg azok a tisztviselők, akik ebben közre tudnának működni. De én még elmúlt nem látom. Száz nap alatt nem sikerült felállítani a külügyminisztérium csapatát? Hát úgy tűnik, hogy most legalább a külügyminiszter helyettes az meg lesz, a miniszterünk ugye van, de hogy alattuk kik lesznek és mikortól, az még nem igazán derült ki. Hogy van külügyminiszterünk, de a legfontosabb tárgyalásokon nem vesz részt, akkor ez egy báb külügyminiszter? Mondjuk úgy, hogy szétszakadni ő sem tud, tehát egyszerre kéne azért nagyon sok helyen lenni, azért van egyébként sok helyettes, hogy az Egyesült Államok diplomáciája mindenhol képviseltetni tudja magát. Ez szerintem részben intézményi probléma. Ez nem személyiség probléma. Megnézzük például, amikor Kissinger volt a külügyminiszter, vagy sorolhatnám tovább azokat a külügyminisztereket, akiket érezni lehetett szinte minden térségben. Úgy gondolom, hogy még érdemes várni Tillerson kapcsán is, hiszen ő kívülről érkezett, nincsen diplomáciai tapasztalata. Szerintem egy-másfél év után már lehet majd mérleget vonni arról, hogy hogyan látja el a feladatát. Most még azért eléggé nehéz körülmények között dolgozik apparátus ilyen. Az amerikai elnök hamarosan elindul európai körútjára, G7-re fog menni, de mindezt megelőzi, május elején ellátogat soron kívül Izraelbe. Ugyanezt a hírt csak kiszivárogtatták tegnap, de ma nem cáfolták. Én nem lepődnék meg, hogyha ez valóban így lenne. A kampányban láthattuk, hogy Donald Trump rendkívül elkötelezett Izrael állam iránt, és az mióta beiktatták, azóta is többször beszélt erről. Ugye az amerikai és zsidó szervezetekkel rendkívül jó kapcsolatokat ápol a republikánusok hagyományosan is, de Trump különösen, ugye van egy családi kötődése is, tehát én úgy gondolom, hogy minden oka megvan. A családi kötődések azok idáig csak negatívak voltak minden politikus esetében. Trump ebből a szempontból is újat hozott, bár ugye ne felejtsük el, hogy John F. Kennedy a testvérét nevezte ki igazságügyminiszternek, tehát ebből a szempontból a Trump adminisztráció talán nem is olyan különleges. De kétségtelen, hogy a családja és a Jared Kushnernek a vallási háttere azért nyilván segíti azt, hogy Donald Trump Izrael iránt sokkal szimpatikusabban viszonyuljon, mint mondjuk Barack Obama a saját elnöksége alatt. Az oroszok megpróbálták beelőzni, hisz alig másfél hete Putyin elnök közölte, hogy Oroszország hajlandó elismerni Jeruzsálem nyugati részét, illetve a zsidók által lakott területeket a zsidó állam fővárosának, majd zárójelben hozzátette, természetesen akkor, hogyha a két állami rendezés jön létre. Lehet, hogy előbb fognak az oroszok Jeruzsálembe költözni, mint az amerikaiak? Meglátjuk, ugye a Bill Clinton óta minden amerikai elnök megígérte, hogy Jeruzsálembe viszik az Izraelben lévő amerikai nagykövetséget, még senki nem váltotta be ezt az ígéretét. Kongresszusi döntés van róla, de az elnök sose írja alá az erről szóló rendeletet. Meglátjuk, hogy az oroszok beelőznek-e, azért ők híresek arról, hogy szeretnek bekavarni ezekbe a viszonyokba, még úgy is, hogy esetleg ennek a hosszú távú következményeit minden feltétlenül látjuk. Meglátjuk, hogy alakul ez a történet. Nem lehet, hogy az amerikai elnök azért nem dönt olyan gyorsan, mert attól fél, hogy nemzeti zászlóba csomagolt koporsókkal jönnének a katonák vissza Amerikába? Szíriából? Igen. Egészen biztosan. Tehát nagyon könnyű légicsapást indítani, nagyon könnyű drónokkal támadni, ugye ez utóbb, mint főleg Barack Obama fejlesztette tökére. Viszont azért az jól látszik, hogy ha Szíriában valamiféle rendezést akarnak, hogy létrejöjjön, akkor egyrészt kell egy nagyhatalmi megállapodás Oroszország és az Egyesült Államok között. Részben a regionális szereplőkkel kell megegyezni, és valószínűleg elkerülhetetlen lenne az, hogy amerikai szárazföldi csapatokat küldjenek a térségbe. Ez viszont Irak és Afganisztán után nem biztos, hogy különösebb támogatásra találna úgy a kongresszusban, mint pedig a lakosság jelentős részében.
az elmúlt 100 nappal az öbölmenti országok vezetői, különböző királyok sincsenek túlzottan megelégedve, vajon miért? Úgy gondolom, hogy ha megnézzük a közel-keleti erőviszonyokat, akkor talán számítottak ők arra, hogy Iránnal szemben egy sokkal erősebb amerikai fellépés fog bekövetkezni. Ugye Trump a kampányban beszélt arról, hogy az iráni atomprogramról szóló egyezményt vissza szeretné vonni. Erről elég keveset hallunk mostanság, tehát nem ez áll a Trump adminisztráció külpolitikájának a középpontjában. Nyilván azok az öbölmenti államok, akik elsősorban Iránt érzékelik közvetlen fenyegetésként, látványosabb kijelentésekre várnak a Trump adminisztrációtól, úgy tűnik, hogy erre még egy kicsit várniuk kell. Mi történik azzal a közel durván 10 millió Amerikában élő jogcím nélküli polgárral, akinek azt ígérték, hogy kifogják őket, hazaküldik őket? Egyrészt rájuk azért az amerikai gazdaságnak szüksége van, hiszen hogyha nem lennének olyan álláshelyek, amiket ők betölthetnek, akkor valószínűleg nem lennének ott, hiszen az Egyesült Államok nem a rendkívül sűrű szociális hálójáról ismert. Erről se túl sok szó van mostanság. Tehát úgy tűnik, hogy a falnak a kérdése, de a mexikói-amerikai határon felépítendő falnak a kérdése az dominált. Ami részben már áll. Ennek a jelentős része megvan, tehát ugye a vita egy része arról is szól, hogy ahol kerítés van, ott esetleg falra cserék, ahol folyó van, ott legyen még valami, de fal is van nagyon sok helyen és több száz kilométeren. Ennek kapcsán a bevándorlással kapcsolatos kérdések, az illegálisoknak a helyzetének a rendezése az még nem feltétlenül került elő. Nyilván ennek az is oka, hogy a Trump Fehérház eléggé elfoglalt. Ugye az adótörvény, az egészségügyi törvény, a külpolitika, illetve hát a belső harcok is azért eléggé lefoglalják őket. Nyilván rajta van ez is a listán, kérdés, hogy mikor érnek el odáig, de azért megemlíteném, hogy a bevándorlás eléggé forró téma mind a két párt számára, tehát nem véletlen, hogy évtizedekig nem folyt erről érdemi vita, hiszen mindenki attól fél, hogyha esetleg legalizálják majd ezeknek az embereknek egy részét, akkor már több millió szavazót veszíthetnek azzal, hogy még a legalizálás előtt milyen álláspontot foglaltak el a bevándorlással kapcsolatban, tehát azért nagyon óvatosak a republikánusok is ezen a téren. Elmúlt 100 nap és a világ legtöbb országának fővárosában még nem érkeztek meg az új amerikai nagykövetek. Ez minek köszönhető? Szerintem egy darabig még nem is fognak. Nyilván szükség lenne ez egy működő külügyminisztériumra, szükség lenne arra, hogy a nagyköveteket a szenátusi jóváhagyásra fel tudják terjeszteni, kiválasszák őket, a szükséges biztonsági ellenőrzéseket elvégezzék. Általában azért a nagyköveteknek a kiküldése nem a legfontosabb prioritások között szerepel, bár nagyon sok kampánytámogatót szoktak ezzel kifizetni, mondjuk így, hiszen mondjuk Európában, Párizsban, Rómában, Londonban, Madridban, vagy akár Budapesten amerikai nagykövetnek lenni azért nem egy rossz dolog, valljunk be őszintén, tehát kevés a politikai ellentét, ellenben az élet az nagyon jó, és viszonylag olcsó is. Tehát ebből a szempontból úgy gondolom, hogy a prioritási listán a nagyköveteknek a kiküldése, a szenátusi jóvágyása az valószínűleg nem fogja megelőzni mondjuk az államtitkárok és az államtitkár helyetteseknek a kiválasztását és a szenátusi jóvágyását. Milyenek a mi kapcsolataink az Amerikai Egyesült Államokkal? Értem, hogy nincsen külügyminisztérium, tehát nincsen kivel tárgyaljunk, nem küldenek megbízottat sem, arról sem, hogy a CEU-ról tárgyaljunk velük, de mégis azért a kapcsolatok élnek. Én úgy gondolom, hogy a hagyományos hármas tagolást, hogyha megnézzük politikai, gazdasági és katonai kapcsolatok, akkor ugyanúgy, ahogy eddig ebből a kettőn elég jó az együttműködés, hogy a katonai téren továbbra is zajlanak a közös hadgyakorlatok az Egyesült Államok. A European Reassurance Initiative keretében továbbra is küld katonákat Európába, ugye Tatán is állomásozik most egy kisebb amerikai páncélos egység, akik fél éven keresztül a magyar katonákkal együtt élnek, dolgoznak és gyakorlatoznak. Tehát pont a múlt héten vagy két hete volt a Bakonyi lőtéren egy nagy gyakorlat amerikai részvétellel, tehát ez a része ez megy. Nyilván az amerikaiak továbbra is szeretnék, ha megvennénk a helikoptereiket, de ez évtizedek óta tartó probléma. A gazdasági téren jönnek amerikai befektetések az országba, a két oldalú kereskedelem bővül, tehát itt nincsen gond. Politikai téren pedig nyilván vannak nézeteltérések, ez, hogy a politikusok mondják. Sőt, mi több kávéházi stílusban arról beszélnek, hogy az amerikai nagykövetség már magyar miniszterelnök jelöltekkel foglalkozott. Ők mindig azért szondázzák a magyar politikai tért színpadot, tehát ha megnézzük akár a Wikileaks-es táviratokat, amik még 2015-ről szivárogtak ki, akkor azért ott is látszik, hogy gondolkodnak ők azon, hogy kik az erős emberek. Én azért ennek a pletykának olyan túl nagy jelentőséget nem tulajdonítanék. Franciaországnak sikerült elvenni a reflektorfényt és a terrortámadásnak és a választások első fordulójának Angliáról. Anglia nagyon komoly bejelentést tett. Idő előtti választások, mi fog történni ott?
Mindenki arra számít, hogy a munkáspárt egy elég komoly vereségbe fog belefutni, hogyha megnézzük a népszerűségi adatokat, illetve azt, hogy Jeremy Corbyn pártelnök mennyire népszerű, akár a saját parlamenti képviselői körében, akkor van egy olyan narratíva is, hogy valójában a munkáspárt örül ennek a közelgő vereségnek, hiszen legalább a nem túl kedvelt elnöküktől meg tudnak szabadulni. Szerintem az igazi kérdés az az egyrészt, hogy mi lesz Skóciában, tehát hogy a mostani választásnak az eredményeképpen a második függetlenségi népszavazás, amiről szó van, az mi fog ezzel történni, érdemes lesz egyáltalán megtartani. Illetve nyilván, hogyha beigazolódnak a közvéleménykutatások és a konzervatív párt egy jelentős győzelmet arat, és akár 100 főnél nagyobb többsége lehet majd Westminsterben, akkor azért ez a Brexit tárgyalásoknak a lebonyolítását megkönnyítheti, hiszen Theresa Maynek legalább a saját képviselőjének a kordában tartásával nem kell foglalkoznia. Tehát Brexit az eldöntött tény lesz, akkor is, hogyha várat egy kicsit magára. Én úgy látom, hogy mindenki akarja a Brexitet, tehát a britek mindenképpen. Ha megnézzük a közvéleménykutatási adatokat, akkor az látszik, hogy a lakosságnak a nagyjából 67-69%-a mondja azt, hogy jól döntöttek tavaly a népszavazáson. A brit kormány egyértelműen ezen az állásponton van, nyilván létrehoztak el egy minisztériumot is, ami kifejezetten ezzel foglalkozik, és úgy tűnik, hogy az Európai Unió is szeretné, hogyha ezt a szeretem-nem szeretem kapcsolatot végre valahogy sikerülne lezárni. Nem lesz ez olyan egyszerű. Sokáig fog tartani, én biztos vagyok benne, hogy ez a két év, ami rendelkezésre áll, az nem lesz elég, de az EU-nak az egy érdekes ilyen öndefiníciós kísérlete is, hogy hogyan tud egy volt tagállamával, vagy egy jövőbeli volt tagállamával tárgyalni, hogy a saját érdekeit azt mégis figyelembe veszi. És az angol-amerikai kapcsolatok azok csak erősödni fognak ennek következményével? Meglátjuk. Ugye az Egyesült Királyság amerikai szemmel nézve nem túl nagy piac. Tehát ilyen 61 néhány millió emberről beszélünk, ami valóban Európa talán második vagy harmadik legnagyobb gazdasága, de azért az amerikai méretekhez képest mégiscsak kicsi. Amikor még a TTIP tárgyalások zajlottak, beszélgettem amerikai diplomatákkal, és ők mondták, hogy igazából a TTIP-nek az a lényeg, hogy az EU-val egyben állapodjanak meg, hiszen nekik még Németország is túl kicsi ahhoz, hogy egy az egyben lövjenek egymással. Tehát a politikai nyilatkozatok ellenére úgy gondolom, hogy azért a briteknek nagyon nehéz lesz egy jó egyességet kötni az Egyesült Államokkal, pusztán azért, mert a két országnak a gazdasági súlya között azért majdnem nagyságrendi különbség van. Az elmúlt negyed órában, kedves nézőim, Uglosdi Márton, a Külügyi és Külgazdasági Kutatói Intézet munkatársa volt stúdiónk vendége. Megpróbáltunk utána jönni, hogy mi újság Amerikába, mi lesz az elnök következő lépése. Elmúlt az első 100 nap, világháború nem tört ki, és még mindig jó az elnök. Figyelemmel kísérjük tovább, és köszönjük a rendelkezésünket, és visszavárjuk. Most előzetesek, aztán jövünk vissza.